Hamarosan jön az újabb, már harmadik rezsicsökkentés. Fónagy János elmondása szerint a lépés az áram, valamint a gáz árát mindenképpen érinteni fogja, de hogy még milyen más szolgáltatások ára csökkenhet, arról a hamarosan felálló munkacsoport dönt majd. Az államtitkár kijelentette, folytatni fogják a privatizált szolgáltatók visszavásárlását. Az ellenzék örül annak, ha a kormány pénzt hagy az embereknél, de szerintük szociálisan különbséget kellene tenni a csökkentés mértékét illetően. A magyar háztartások gyakorlatilag a jövedelmük egyharmadát a háztartási rezsi fizetésére kellett, hogy fordítsák. Fónagy János szerint ezért döntött úgy a kormány, hogy belevág a rezsicsökkentésbe. Az államtitkár azt mondta, egy átlagos család havonta több mint 11 ezer forintot takarít meg, azonban a rezsicsökkentés nem áll meg. Az a céljuk, hogy a háztartások rezsiköltségei az unió átlagát ne haladják meg. Ez a folyamat fenntartható, ennek bizonyításául ezt a munkát az előbb említett harmadik lépcső előkészítésével folytatni fogjuk. A folytatás részét képezi a közműveknek az átfogó szabályozása, ennek a részét képezi a 94-95-be privatizált szolgáltatóknak jelentős részének a visszavásárlása. Fónagy János elmondta, az a cél, hogy a monopol helyzetben lévő szolgáltatók tulajdona többségében közösségi tulajdonba kerüljön. Az államtitkár szerint a visszavásárlásnál figyelembe fogják venni a költségvetés teherbíró képességét. A politikus szerint a csökkentés mindenképpen érinti majd az áram és a gázárát, de szociálisan továbbra sem tesznek különbséget a fogyasztók között. Uraim, mi ez, ha a cinizmusnak nem a legteteje? Az MSZP szerint éppen ez a baj. Gurnándor elmondta, a szocialisták minden lépést támogatnak, ami pénzt hagy az embereknél, de a rezsicsökkentés így igazságtalan. Azok, akik legkiválképp rászorultak, azok kapjanak a legnagyobb segítséget, és ott, ahol ez legkevésbé szükségszerű, mondjuk Orbán Viktornál, vagy én nálam, Gúr Nándornál, valószínű kevésbé szükségszerű, ott a kedvezmények tekintetében sem a többszörösét kell kapni annak, mint egy rászorult ember tekintetében. Az Együtt PM szerint nem lehet ilyen ütemben csökkenteni a rezsit. Szigetvári Viktor úgy véli, az egész egy fenntarthatatlan kormányzati eszköz. Szociálisan igazságos, célzott gázártámogatásra és célzott szociális alapú támogatásra természetesen szükség van, ahogy egyébként ez volt korábban is, arra, hogy mindenkinek fenntarthatatlan módon csökkenjen a rezsi, arra nincsen szükség, mert ez természetesen csak egy választási kampányfogás a Fidesz részéről, amelynek meg lesz sajnos a bőtje. A harmadik rezsicsökkentésről januárban dönthet a Fidesz frakció.